Köszöntöm a Panon gazda nézőit! Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy egyre több gazda próbálkozik meg a másodvetéssel. A folytatásban arról is hallhatnak, hogy még be sem fejeződött az árpa és az olajrepce aratása, sok gazda már a korai búzafajtákba is beleállt. Ezután pedig a szabadkai tájpiacra látogatunk el, ahol roskadoznak az asztalok az új krumplitól. Majd pedig Székely Kevére invitáljuk Önöket, ahol még manapság is nagyon sok galampásszal lehet találkozni a faluban. Mindezek előtt azonban legfrissebb termintőzsdei híreink következnek. Egyre több gazda próbálkozik idén a másodvetéssel. Ennek egyik oka, hogy időben be tudták takarítani a kalászosokat, és a talajnedvesség tartalma is még megfelelő. Ilyenkor leginkább kukoricát vetnek a gazdák, amelyet később értékesítenek, vagy pedig takarmányként tárolják a jószágok számára. Bőséges eső volt a napokban Orom határában is, jól jött a csapadék a kapás növényekre, és azokra a vetőmagokra is, amelyeket az aratást követően vetettek el. Pletikoszics Tibor most először próbálta meg ezt a gazdálkodási módszert. Az árpa májusi betakarítását követően került a tengeri, a földbe. Június 3-án egy új technológiával bevetettük ezt a földet, és ez az új technológia nem direkt vetésből áll, hanem egy teljesen más módszer. Tehát kettő gép kombinációjával történt meg ez a másodvetés. Az első gép az előbb megnyitja a földet, körülbelül 15 cm mélyen kiveszi egy 5 cm széles sávban a földet, azt visszahelyezi, enyhén visszatömöríti, majd utána jön egy, hát klasszikusnak mondható ültetőgép. Ez az ültetőgép 6 cm mélyre beletette, mi 6 cm mélyre állítottuk a kukoricát, és ahogy láthattuk is, szerencsénk volt, enyhén nedves földbe került a mag, és az a 6 cm-re vetett mag 5 nap után kezdett bujkálni. Amit most az előbb láthattunk, az 8. nap a vetéstől kezdve, és rendkívül gyorsággal fejlődik. Biztos nem fogja utolérni az első vetésű kukoricákat, ellenben számítunk arra, hogy ez egy 280-as éréscsoportú hibrid, tehát körülbelül 100 nap alatt véget ér a vegetációja neki. Azt jelenti, hogy július-augusztus-szeptember közepére várható az érés, ami teljes mértékben megfelel még az utána való elmunkálás lehetőségének és az utána való normál vetés lebonyolításának. Tehát ilyen évre még az eddigiekben nem emlékezünk, nem tudjuk, hogy volt, legalábbis nem tudom, hogy lett volna valamikor is ennyire korai aratás. A termelők szerint fontos lenne minél többet termelni, hiszen hiányoznak a pénzeszközök a gazdaságokból. Közben ezzel párhuzamosan egyre nagyobb arányban nő azon területek száma is, amelyeket locsolni kell. Fontos tényező az is, hogy a talajnak is kedvez, ha be van vetve, ugyanis a növény védi a naptól, a széltől a földet. Körösi László agrármérnök szerint is idén minden feltétel adott, hogy a másodvetésű növények is kellően fejlődjenek, és jó hozamot produkáljanak. A gyakorlatban, tehát most ez az év egy ideálisnak mutatkozik a másodvetésre, tehát hogyha már elkezdjük aratáskor a másodvetést művelni, tehát úgy lenne ideális, hogy ne tapossuk meg sárosan a talajt, és a szalmát, ha nem takarítjuk be, akkor szétszóratni a talaj felszínére. Ez úgymond a talajnak a szalmak alapja, védi a párolgástól, védi a napfénytől, és utána direkt vetőkkel, vagy ilyen nehezebb szemenkénti vetőgépekkel, ami tárcsás vetőszerkezetű, belevetjük a kukoricát, vagy amilyen növényt szeretnénk, és utána tehát ki fog kelni.
ha gyom problémáink vannak, ha bár az idei évre nem jellemző, abban az esetben, tehát vetés után totál gyomirtóval, vagy pedig a későbbiek során, ha vannak problémák, tehát van elég széles spektrumú gyomirtószer, ami tehát ki tudjuk írtani vele. Ami az öntözést illeti, tehát mind jobban csinálják az altalaj öntözést, tehát a csepegtető öntözést alulról, ami igen hatékonynak mutatkozik, és ezáltal tehát stabilizálni tudjuk a termésünket. Mennyi tud teremni, tehát tavaly, ahol besegítettem, ott körülbelül olyan 8,5 tonna termett hektárján, előtte pedig olyan 7,5-8 tonna sörápa. Tehát két termés, természetesen a tápanyag visszapótlásra oda kell ügyelni, tehát már ha vetjük vetőgéppel, direkt vetőgéppel, akkor egy kis tartműtrágyát illene adni a növénynek. A fejlődése folyamán lomtrágyán keresztül tápanyagot, biosztimulátort, és amikor elvégezzük a betakarítást, ha öntözött a terület, aranyszabály, hogy istálló trágyát kell talajba juttatni, hogy a talajnak a szerkezetét, termőképességét, állagát fönn tudjuk tartani, hogy a következő évben is tudjon teremni. Óriási problémát jelent, hogy elviszik a szalmát a parcelláról, és utána semmit se adnak vissza. Tehát ez bűn. A másodvetést az elmúlt években főként a jószágtenyésztők alkalmazták takarmányozás céljából. Emelte ki Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke. Hozzátette, jelenleg adottak a feltételek a másodvetésre, de az első értékeléseket akkor lehet először meghozni, amikor kötni kezd a kukorica. Most per pillanat nagyon korán lejöttek az árpák, úgymond learatva június 10-e tájékára már befejezés előtt áll az árpa aratása, tehát az árpák helyére mehet a másodvetés. Nedvesség van, gyönyörűen ki fog kelni, hogy meddig tart majd a nedvesség, ezt nem lehet tudni, hogy mennyire fog kifejlődni, természetesen ez a jövő időjárástól függ legjobban. Egy kis befektetéssel jár maggal, vetőmaggal, nagyon sokan direkt beteszik tarlóba bemunkálás nélkül, vagy csak nagyon sekély bemunkálással, ez eddig rendben is van, a későbbiek folyamán viszont nem lehet tudni, hogy ki fog-e fejlődni tökéletesen. Ez mindenképpen a jószágtartóknak egy nagyon-nagyon pozitív megoldás, mert amelyben nem fog beírni az a bizonyos másodvetésű kukorica, le lehet silózni és hasznosítani lehet takarmányként. Előre semmit sem lehet tudni, ellenben aki igyekszik, annak valószínű valamelyest, valamekkora mértékben sikerülni fog. A szakemberek úgy vélik, hogy a következő időszakban szépen tud fejlődni a növény, a csapadéknak köszönhetően, de még csak most kezdődik az igazi nyár és a vele együtt járó kánikula. Nagyon mennyiségű csapadékra akkor is szükség lesz majd, amikor a növény eléri az érési fázist. Egyre több gazda próbálkozik meg idén a másodvetéssel. Ennek egyik oka, hogy előbb le tudták aratni a kalászosokat, és még a talaj nedvesség tartama is megfelelő. Leginkább kukoricát vetnek ilyenkor a gazdák, amelyet későbbi tárolásra vagy a jószágok etetésére használnak. Majd magad is van, ez egész más. Ez hihetetlen. Hétfőn aratta le egyik parcelláján a búzát a Ludasi Kápiszta Imre. A szem nedvességtartalma a mérések szerint 13,2%-os, a hektoliter súly pedig 80 és felettet ki, ami szerinte nagyon jó. A terméshozammal azonban nincs megelégedve, 25 méter mázsa termett az egy holdon. A másik, nagyobb parcelláján viszont sokkal jobb termésre számít. Itten én bízok, hogy itten meg lesz a 35 mázsa holdján itten. Ezt tett majd vasárnap felé, ha átményed az eső. E is már érött, de még ennek annyi köl. Ez sokkal szebb, de mutatkozik. Varga Zoltán ludasi termelő is hozzálátott a kenyérgabona betakarításához. Egyelőre ő is csak egy kisebb parcellán. Ez, ami tegnap vágtunk, ezt azt lehet mondani, hogy ez az idő rovására lett levágva, tehát ilyen 2 tonnás hozam lett a holdján. De most, hogy a továbbiakban, hogy mekkora hozamok lesznek, a többi vágások még nem tudjuk. A búzaratása nagyjából mennyivel előbb kezdődött el
a szokásosnál? Ugyanúgy, mint az árpa. 2 héttel előbb van. Ez mind a szárazság rovására van minden. A búza idei felvásárlási árát még nem határozták meg. A gazdák azt mondják, ahhoz, hogy ne termeljenek veszteséget, a búza felvásárlási árának legalább 30 dinárnak kellene lennie. Világszerten nő a búza iránti kereslet, a terménytőzsdéken pedig emelkedik a búza ára. Az előrejelzések szerint az aratás kezdetekor nagyjából 30 dinárt fizetnek majd a felvásárlók, de érdemes lesz a terményt betárolni, mert várhatóan szeptembertől jelentősen emelkedhet majd a kenyérgabona ára. Aladics Tibor ludasi vállalkozó szerint soha nem volt még ilyen korán az aratás. Éppen tegnap volt az első próbálkozása az embereknek, de biztos vagyok benne, hogy ez a sietség most jobban inkább a vihar bejelentéseknek az oka, hiszen félnek az emberek, a környékünkön tombolt a vihar pár helyen, komoly károkat idézett elő, hát mindenki nagyon fél. Elég rossz a termés, illetve olyan kilátásaink vannak, hogy a termés nem fog jó lenni, és hát ezért mindenki azt a kicsit, ami van neki, azt szeretné megőrizni. Egyelőre a korai fajtájú szerbiai malomipari búzákat, a Simonidát és a Zvezdanát aratják a ludasi határban. Meg ez a rakás, ez teljesen jó. Sigmamol, a gabonamozgató, szellőztető, valamint buzakombájn alkatrészek gyártója. A legjobb partner a mezőgazdasági gépek és alkatrészek előállításában. Egyedi alkatrészek gyártása, csigafelvonók, rosták, rázóasztalok, kalászemelők, szalmarázók és még sok más. Várjuk Moholon az Ady Endre utca 24-es szám alatt. Telefon 024 862 556 vagy 064 234 03 24. Sigmamol, a gazdák megbízható partnere. Roskadoznak a piaci asztalok az új krumplitól. Idén rengeteg termett az északbácskai homokvidéken, ezért folyamatosan zuhan az ára. Ennek ellenére a vásárlók is, a termelők is elégedettek, hiszen sok termett belőle, és van mit eladni. Jelenleg az áruház láncokban 120 dinárba kerül kilója, a termelői piacokon pedig már 40 dinárért meg lehet vásárolni ugyanazt az árut. Túlkínálat van a szabadkai tejpiacon is krumpliból. Ennek az egyik oka, hogy az elmúlt években a homokvidéken nagyon sokan kivágták az almafáikat és burgonya termesztésre tértek át. Ráadásul az idén a Királyhalom és a Noszai homokvidéken nagyon-nagyon jól termett a krumpli, egyszerűen túltermelés van belőle, így a piacon most jelenleg 40 dinárért már nagyon szép krumplit lehet venni, a prémium minőségű pedig, ami tényleg első osztályú új krumpli, azt legfeljebb 80 dinárért kínálják az árusok, de a burgony átlagára most új krumpli formájában 60 dinár tesz ki. Ez a legjobb, jaj. Katona Róbert királyhalmi termelő is megerősítette, hogy az almatermesztés már nem kifizetődő, nincs iránta kereslet. Ezért a gazdák más kultúrák felé nyitottak. A legtöbben krumpli termesztésre álltak át, mivel a befektetett pénz már 3 hónap elmúltával megtérülhet, és még a mostani áron is szép nyereséget hozhat. Még ezen az áron is érdemes krumplival foglalkozni. Főleg ugye megtörténik a krumplinál a nagybani felvásárlás, és itt főleg Dél-Szerbiába szállítsák a homokon termett tényleg jó minőségű krumplikat, és tényleg azt mondhatom, hogy a legnagyobb előnye az, hogy nagyon gyorsan meg lehet fordítani a pénzt, gyakorlatilag a termelő a befektetés után nagyon, nagyon gyorsan visszakapja a befektetését, illetve az, hogyha még ügyes a termelő, akár ugyanazon a területen kétszer is el tudja vetni a burgonyát, tehát korai vetésben, fátyolfólia alatt gyorsan felszedni, eladni, és még ugyanarra a területre még egyszer el lehet vetni gyakorlatilag a krumplit. Kaszab Szabolcs, noszai termelő kizárólag nagyban értékesíti a burgonyát, az egyik ismert hazai áruházlánc beszállítója. Évenként változó, hogy az új krumpliként értékesített burgonya, vagy inkább az öregként értékesített a jobb. Ugyanúgy, ahogy az ősszel szedésben adott és a tavasszal tárolt között is ugye változó árkülönbségek szoktak lenni.
Ez most, hogy megírja új krumplival foglalkozni, nagyon érdekes téma. A tavaly előtti évben nagyon erős volt a burgonyának az ára, olyanok is neki fogtak termelni burgonyát, akik soha nem csinálták még. Azok, akik csináltak, azok igyekeztek ugye minél többet, minél nagyobbat csinálni, és nagyon sokan rájátszottak a tavalyi erős árra. Ez azt jelenti, hogy igyekeztek minél előbb felszedni az új burgonyát, hogy még a kezdeti erős 300-400 dináros kilogrammonkénti áron adják el. De ez csak két hétig volt így, jött egy piaci telítődés, és az új krumpli ára látványosan zuhanni kezdett, tette hozzá a fiatal noszai gazda. Júniusban már sokan a másodvetésű burgonyát ültetik, amit majd októberben szednek fel öreg krumpliként. Ez pedig így dupla profitot hozhat a termelőknek. Igen, népszerű a galambászat Székelykevén. Jelenleg mintegy 25 galambász él a faluban. Ilyen Brasnyó Ferenc is, aki a galambjainak igazi oázist épített ki. Ide invitáljuk most el önöket. Én naponta van majdnem rekáltyolásnék a galambokkal, vagy 3-3 és fél éve, amióta visszajöttem Németországban, kint voltam külföldön. És amit hozzájöttem, most nem, most pirok nyugodtan galambászni, mert a galambokhoz legfontosabb, hogy az embernek legyen sok szabad ideje, mert ezt ki kell késélni, meg kell letetni, minden rá kell készíteni a galambokat a vásárlásra. A székelykevei Brasnyó Ferenc már 45 éve galambász, számára nem csak sportról van szó, szereti a galambjait. Gyermekkorában 2-3 pár galambbal kezdte a tenyésztést, majd évről évre bővült az állomány, amelyben vannak angol tripperek is, de főként magas repülő galambokkal találkozhatunk. Felkelek fél ötkor, kimegyek, és elkészítem a galambokat, amit akarok hajtani, felengedek 8-15 galambot, és azt kísérem, hogy mennyit repülnek, hogy mikor fogjuk meg a magasságot. Már a magasságot körülbelül 800 méter van, amikor a galambnak a szárnyát, a mozgását nem lehet látni. És akkor kezdik, megfogjuk a magasságot, és akkor méred az időt, hogy mikor jönnek le. Nekem 19 galamb el van készítve, abból 8 darabot majd ki fogok választani, és azt majd hajtom a vásárra. Ha jó lesz az idő, lehet már vasárnap hajtom. Már galambok el vannak készítve, megvan kettve a szárnyik, úgy kaptak kicsi vitaminokat, kicsi dopingot, már az nélkül most már nem lehet. Már a szerb magas repülőt 4-6 óra hosszát, legtöbb 8 óra hosszát valamikor repültek. De most hogy össze van keverve, angol tiplerekvel, mindenvel, azok repülnek 10-12 óra, van még legtöbb, mint 15,5 óra hosszát reggeltől estig. A galamb, amikor el van készítve, amikor a galamb alig várja, hogy szabaduljon meg, az meg van bolondulva, úgy kell mondjam, napot, hogy meglássa, hogy repülják ki magát. Ez nincs. Amelyik nem akar repülni, az nem is fog sohasem repülni. Ez, látom. Akarod, hogy felrepüljenek? Mennyi ideig tart egy ilyen előkészítés? Attól függ, hogy milyen idő az időjárás. A legjobb, amikor a galamb el van készítve, hogy a galambnak megint kösele a szárnyát, csak hogy törje magát, de amikor elengeded a galambot, akkor az kellene repüljen egész nap. És mit jelent az, hogy megkötni a szárnyukat? Bilderezzen, hogy mondjam, zsákét. Ő nehezen repül, tudod? És amikor elengeded a szárnyát, akkor ő megszabadul. És akkor azt az egész erőt, és még a vitaminok, és minden a készítés, vár minden, akkor megadja azon a napon, hogy osztom a repülést. És nem félsz akkor, amikor például felrepülnek azok a galambok, hogy elmennek? Történt ilyes valami? Hogy ne történne, hát nekem minden hajtáson egy vagy kettő vagy három át. Az ember például, amikor repül a galamb 8 vagy 10 óra hosszát ment abban a magasságban, az látás, nem bírod kísérni, hogy minden, hogy 8 óra hosszát nézed. Gondolatod, amikor a galamb felmenjen 3000 méter, az 3 kilométer, úgyhogy messzi látóval alig bírod megtanálni. Na, és akkor jönnek ilyen rossz idők, mint ma, is, ami van, volt, még most is esik az első, akkor a felhőkén szépen, ahogy mondják, elseperi őket. A többi szárnyashoz hasonlóan a galamboknál is jelentkezhetnek különféle betegségek, Ferenc szerint azonban kis odafigyeléssel megóvhatóak a szárnyasok. Ahogy rendbe tartod a galambokat, akkor nem nincsen semmilyen betegség. Úgyhogy kövi az a legfontosabb, például valamilyen galamb, ami leszáll érzem, amikor megfogod, hogy egyáltalán a galambokat nem kell beengedni a galambházba, mert
rögtön a betegséget árulzik. Például nem tudom, hogy szervezted, de apró likú drót van az egész ketrecén, az azt jelenti, hogy még a várép sámbi beszállni, mert a várép is még a betegséget árulzik. Ami nagyon vonzó a számomra is, hogy ezek a galambok úgy el vannak szállásolva, mint a hotelban. Amikor kivoltam külföldön, csak erre gondoskodtam egész végig, hogy vissza, hogy csináljam még. Ez komolyan így volt. Áll a fajta szívem, most megcsinálhatom, és akarom kihasználni, akarom élvezni ezt a nyugdíj alapot is, a galambokval, és mindenre. Viszont a padlás is ki van használva. Gondolom, hogy ki van használva, de csak nem ez sokáig, én gondolom, mert ameddig bírok felmenni, de amikor az évekkel vele, tehát 60 éves korokban kimalszik fel most van. És akkor lekerülnek a legjobbak, és a többi tökztem majd. Mennyi galambot számlálunk itt körülbelül? Jobb az ember, ha nem tudja, mennyi galambja van az ember, mert akkor tudod, hogy mennyi galambod van, akkor van probléma. Akkor van bőven, hogy mondjam, felhezzem ki magam. Egyébként Székely Kevén igen fejlett a falusi turizmus, így már többen közelebbről is szemügyre vehették a település galamb rengetegét, és ha Ferencen, valamint a többi galambászon múlik, akkor ez a jövőben is így lesz. Ennyi fért a Pannon Gazda mai adásába, műsorunkat megtekinthetik a Pannon RTV honlapján. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal. A viszontlátásra!